és ez meg egy nagyszerű indítás lehet. Sipos, remek labda volt. Sipos adja, be van érkező. Senderosnak kell mentenie. És még megy ám a csata, mert nem fogják ezt annyiba hagyni a miénk sem. Beckham hiába kéri ki magának, Ronaldinho is oda megy, hogy mit merészel, Szöcskös. Ugye Kabát Péterrel került összetűzésbe Beckham, de semmi olyan nem történt, ami miatt ennyire David fiúnak föl kellett volna, hogy menjen az agyvize. Most külön elhívja magához a két delikvenst, és nem kér a közjátékból. Hát nem nagyon volt pacsi, de nem tudom, mi lehetett. Itt ugye az első Beckham-féle lökés volt, egy folytogatás is amúgy. Nyilvánvaló, hogy Kabát nem hagyta. Oda csúszott, de nem volt semmi szándékosság. Nem volt szándékosság benne. Lackó most így adja vissza a labdát a Milánnak. Nagyon szimpatizálok David Beckham-nel, nagyon kedvelem őt, a játékát és emberileg is, de azért azt talán nem várták, hogy tűsarkúba fognak pályára lépni a magyar játékosok. És most egyébként ez talán szimpatikus gesztus, Ancelotti felállt a kispadról, oda ment a technikai zóna szédére és beszólt valamit David Beckham-nek. Ez meg egy eladott labda, Sipos ugorott ki, Kalácsra tűnik, üres a kapu, Kalács még egyszer! Rajci próbálkozott, ő is megígérte, hogy szerez egy gólt, ha már itt tartunk. Hát ez most majdnem összejött. Szép támadás volt megint csak. Zidane adja el. Elismerés jár a magyar csapatnak, így kell játszani. Szóval Beckhamnek magyaráznia kellett a bizonyítványát, és Ancelotti elég ideges ahhoz képest, hogy ez egy gálamérkőzés.